Szombat, március 9-e. Pihenj! Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságban lakozik. Zsoltárok könyve, 16. rész, 9. vers. Életünk egyik legzsúfoltabb időszakában történt, amit az is fokozott, hogy mivel a gyülekezet udvarán laktunk, elég gyakran kopogtattak az ajtónkon. Lányunk a furcsa kérdések időszakába lépett. Egyik nap épp autóval mentünk valahová, amikor felfigyelt arra, hogy az egyik bejárati ajtó fölé gyászra utaló tárgyakat helyeztek el, és megkérdezte, hogy miért van erre szükség. Többek közt azt válaszoltuk, hogy amikor az emberek látják ezeket a jeleket, a házban lakókat nem zaklatják közönséges dolgokkal. Aztán néhány pillanat múlva jött az újabb kérdés. Anya, mi nem tudnánk ilyen jeleket kitenni az ajtónk fölé? Lényünk jogosan igényli a pihenést. Istenért, embertársainkért, de önmagunkért és a családunkért is sokkal többet szeretnénk tenni. Ennek tudható be, hogy néha kimerülünk. Milyen következményekkel jár a kimerülés? Duncan professzor szerint a túlzott fáradtság épp olyan romboló hatással van a szervezetünkre, mint az alkohol. Máj és idegsejtjeinket nem érdemes sem alkohollal, sem a pihenés hiányával tönkretenni. Vagy mit mondhatnánk az ebből adódó feszültségi állapotokról vagy konfliktusokról? Miért jutunk oda, hogy nem pihenünk eleget? A kutatások alapján a kiegyensúlyozott életvitel, amelyben mind az aktív, mind a passzív pihenésnek helye van, sokkal jobb produktivitást, hatékonyságot és megvalósításokat eredményez. Ma valamit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint azt cselekedjed, viszont örülj a megváltód által felkínált lelki és testi pihenésnek is. És ne feledd, ne akkor keresd a pihenést, amikor már nehéz helyzetbe kerültél, hanem még mielőtt kimerülnél.